Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bokros Lajos, ugye emlékeznek rá, sokszor vendégünk volt, de hát valamiért úgy döntött egy intézmény, hogy odébb állt, és az osztrák fővárosban van, tehát akkor a professzor úr reggelenként ott jelenik meg? Nem minden nap, de tegnap este jöttem vissza Bécsből. Viszont mielőtt érkezett volna, megérkezett, és meg is mutatom a nézőknek. Bokros, ez egy kulturális termékmegjelenítés, hisz egy könyvről van szó, és mi állítólag a könyv népe vagyunk, a magyarok is, meg a zsidók is, meg mindenki. Bokros Lajos, szocializmus egy eszme tragédiája. Hogy miért írtam a könyvet? Hát azt, hogy miért írtam, mert azt most nem mondom el, mert mindenkit arra szeretnék biztatni természetesen, hogy vásárolja meg. Nagyon érdekes, nekem különösen jelentős volt, mert igazából a magam világnézetét próbáltam ebben kifejteni, és egy élet eszmei birkózásának az eredménye ez a könyv abból a szempontból, hogy hát valaha fiatalkoromban én is mondjuk úgy, hogy enyhén szocialista voltam, mert az oktatási rendszer meg a körülmények ezt, hogy úgy mondjam, belém táplálták, és nagyon nehéz, izzadságos, fáradtságos munka volt ebből kijönni és eljutni a liberalizmushoz, a szabadelvűséghez, a demokrácia és a piaci kapitalizmus igenléséhez. Hát a demokrácia és a piaci kapitalizmus az nem egy egyszerű dolog, és ha most arra kérném, hogy vegye fel a régi sapkáját, és kinevezzük Magyarország pénzügyminiszterének vagy gazdasági miniszterének, akkor oldja meg ezt a plombát, mi a következő lépés, amit tenne? Tanár bácsi, tisztelettel jelentem, hogy ezt a problémát igyekeztem megoldani tavaly, amikor 300 pontban előre elmondtam, hogy mik lennének azok a fontos gazdaságpolitikai lépések, amik ezt az országot visszavezethetnék a fenntartható növekedés útjára, úgy, hogy közben a pénzügyi egyensúly nem romlik, hanem javul, és nem mellesleg kihasználjuk a fejlesztés, beruházás érdekében mindazokat az erőforrásokat, amiket a hanyatló nyugat adófizetőinek a pénzéből kapunk. Tehát, hogy azokat nem elherdálni és ellopni kéne, hanem felhasználni a magyar társadalom, a magyar állam, a magyar gazdaság fejlődése véget. Ezt én mind értem, de most jelen pillanatban egy helyzetben vagyunk, és ezt Rodolfo sajnos már nincsen közöttünk. De és nem úszom meg, hogy mondjak valamit erről. Igen, Rodolfo mindig azt mondta, hogy nézzék a kezeimet. Hát én meg nézem az arcát, hogy szemrebben és nélkül, hogy lehetne ezt megoldani, hogy ezt mi túléljük. Válságot megoldani nem lehet, tanár úr. Válságot kezelni lehet. Azért van Magyarországon ilyen súlyos válság, mert a kormány észszerűtlen, felelőtlen gazdaságpolitikája jóval az ukrajnai-orosz imperialista beavatkozás előtt olyan mértékben legyengítette ezt a magyar gazdaságot, hogy egymásra rakódott többféle válság, egyrészt a koronavírus válság hatása, másrészt a háború hatása, harmadrészt pedig, mint mondom, alapvetően erről van szó, a felelőtlen, észszerűtlen, rabló jellegű gazdaságpolitika hatása. Itt most elsősorban be kéne fejezni ezt a teljesen értelmetlen és erkölcstelen háborúskodást az Európai Unióval. Ezzel születnek új törvények, ha jól értem. Igen, csak az a baj, hogy ez képmutatás. Valójában Orbán Putyin legjobb európai tanítványa és lakája, akinek az a szerepe, hogy igyekezzen mindig akadályozni mind a NATO-nak, mind az Európai Uniónak az egységes működését. Én azt kell, hogy képviselem, aki nincs itt, de hát ime ég a villany. Igen, egy darabig még égni fog a villany, és sőt, Magyarországon nincs háború, így van, és ez nagyon fontos. De legalább ilyen fontos, hogy a nyugat egységesen álljon ellent mindazoknak az imperialista törekvéseknek,
amelyek a 21. században erőszakkal meg akarják változtatni a határokat, és lábbal tiporják egy nagy nemzet, az ukrán nemzet szuverenitását és területi integritását. Föl kell ismerni, hogy az ukránok azok érettünk is harcolnak. Nem arról van szó, hogy mi nekünk sajnálkozni, sopánkodni és sírni kell annak érdekében, hogy elkerüljük a ottani háborúnak a kellemetlen esetleges gazdasági hatásait, hanem azt kell felismerni, hogy ők vérrel fizetnek, mi legfeljebb azzal, hogy fölment a villany és a gázára. Addig, ameddig ki tudjuk fizetni. Mindenféleképpen ki fogjuk tudni fizetni, mert egy bizonyos szintig Magyarországon azt hiszem, ha normális gazdaságpolitika és szociálpolitika lenne, akkor a mindenkori kormány az adhat segítséget a rászorulóknak. A baj az, hogy ez a kormány a rezsicsökkentés teljesen értelmetlen és teljesen fölösleges jelszava alapján jelentős mennyiségű pénzt elpazarolt olyanoknak a támogatására, akik egyáltalán nem szorultak rá az alacsony energiaárakra. De elfogadták. De viszont, ha most megszüntetik azonnal, akkor azok, akik rászorulnak, akkor azoknak lehetnek nem célzottan lehet támogatást adni. És pontosan ez a különbség az ártámogatás és a pénzbeni szociális támogatás között. Minden ilyen hülyeség és őrültség, mint az ársapka, ez azt jelenti, hogy torzítjuk a gazdaságot, és a jómódúak fölözik le elsősorban a támogatást. Ehelyett mindent közvetlenül, célzottan a rászorultaknak kellene adni, és azt kell mondani, hogy a szegényeknek adunk a lakhatás egy bizonyos meghatározott mértékéig energiacsekket, amiből ki tudják fizetni a magas energiaárakat. Beszélgetésünk alatt háromszor is letanározott, amivel nem lenne baj, de én csak egy egyszerű egyetemi óraadó tanár voltam. Kétszer műsorvezető úr. Viszont erről eszembe jutott, hogy ön egy professzor, egyetemen oktat. Mielőtt eljut egy ember oda, hogy egyetemen oktasson, általában tanítani szokott gimnáziumokba és mindenféle intézményekbe. Most a tanárokkal van baj, vagy a rendszerrel van a baj, de lehet, hogy ez így nem jó. Nem, hogy lehet, hanem biztosan nem jó. Hisz egy olyan intézmény most éppen kényszerszabadságon van, mint a karinti középiskola. Oda jártak a gyerekeim gimnáziumba. Ami igaz, hogy én lovardának nevezem őket, de nemzetközi eredményeket tettek le az asztalra. És igenis vannak gyerekek, akiket jobban kell terhelni, és akkor szuper eredményekre képesek. De nem ez a lényeg, hogy mennyire jó az egyes iskola, hanem hogyha a kormány gúzsba köti a tanszabadságot, akkor nem lesznek jó iskolák eleve. Tehát akkor minden iskola rossz lesz. Valószínűleg ez a kormány szándéka, a kiműveletlen emberfők sokaságának a bővített újratermelése. Bokros úr, elhiszi, hogy van olyan magyar miniszterelnök vagy politikus, aki nem akarja a lakosainak, az országnak azt, hogy jobban képzettek legyenek. Hogy abszolút elhiszem. Sőt, tudom, hogy így van. Én a 30 év közel-keletiségem alatt azt tanultam meg, hogy és ezért nem is kell a közel-keletre menni, mindenki azt szeretné, hogy a gyereke mérnök, orvos és pilóta lenne. Nem ahhoz a viszont, ahhoz családról, viszont nem az emberekről van szó, a kormányról van szó. De a kormánynak miért jó, hogyha az emberek nem kiműveltek? Mert akkor nem lázadnak. Akkor nem fogják... Elnézést, az a feudalizmusban volt úgy. A most már az lázadás, az a önkényuralom ellen minden körülmények között megmutatkozhat. Magyarországon a jogállam szétrombolása után nyilvánvalóan egyértelműen önkényuralmi rendszer van, és ez ellen lázadnak többek között most a pedagógusok. Tehát ez lázadás, ez nagyon fontos, hogy ezt ismerjük föl. Nem pusztán bérharc, mert a tanszabadság helyreállítása a legfontosabb, és a tanszabadság helyreállítása érdekében arra van szükség, hogy mindenféle kormányzati gyámkodást megszüntessünk az iskolák fölött, azokat adjuk vissza az önkormányzatoknak, virágozzék minden virág, és az állam olyan körülményeket teremtsen, amelyben a pedagógus pálya vonzó, lehet elég pénzt keresni, és a minőségi oktatás pedig még több nyereséget hoz, adott esetben nem csak a nemzet, hanem a
szobonforgó pedagógus számára is. Ez így mind rendben van, de amikor... Na hát mondtam egy javaslatot. Amikor ön bemegy az előadó terembe, akkor feltételezem, hogy mindenki, akinek érettségie van, minimum ugyanazon a szinten legyen. Tehát nem lehet, hogy az egyik már űrpilóta, a másik meg még lehet, hogy éppen csak, hogy átbukdácsolt. Igen, de sajnos a valóság nem ez, műsorvezető úr. A valóság az, hogy Magyarországon is, Romániában is, Ausztriában is, az Egyesült Államokban is, valószínűleg Izraelben is, az egyes iskolák között jelentős színvonalbeli különbség van. Ez azt jelenti... De minden szülő a legjobba akarja. Igen, de nem tudja, mert aki él egy olyan kisvárosban, amelyik elnéptelenedik, ahol nincs elég pénz, ahol nem mennek el a jó pedagógusok, ahol az önkormányzat nem tudja kifizetni a béreket, ott rosszabb minőségű lesz az oktatás. Az államnak kötelessége és nagyon sok esetben alkotmányos kötelessége, hogy igyekezzen a hozzáférés esély egyenlőségét javítani, és erre nagyon sok ország, Izrael is többek között, nagyon jól tudom, törekedik. Igen, ám, de ez mindig egy törekvés, és soha nem lesz olyan végeredménye, hogy aki előttem megjelenik majd az egyetemi oktatásnál, az mind ugyanazt tudja. Nem véletlen, hogy minden egyetem szokott olyan programokat működtetni, amik igyekezik azokat felzárkóztatni, akik anélkül kerültek be, hogy egyébként világszínvonalú tudással rendelkeznének. És ez így rendben is van. Az nincs rendben, hogy nem rendelkezik mindenki ugyanannyival, mint mindenkinek alapja. De joga, gondoljuk végig, hogy nem tud rendelkezni. Gondoljuk végig azt, hogy a Rózsadombon egészen mások egy iskola fenntartásának a lehetőségei, mint mondjuk Bihar, a Rózsadomb nyírség. Éppen előregszik, és nincsenek gyerekek. De azért vannak jó gimnáziumok. Tény és való. Öregedik a társadalom, és nem lesz, és nem születik elég gyerek. Hogy egyszerűen fogalmazzak, akkor miből fog az állam nyugdíjat fizetni a polgárainak? Hát egyrészt egész más hozzáállásra volna szükség az úgynevezett népesedés politika vonatkozásában. A gyerekeket nem a szemjövedelemadó rendszeren belül kell támogatni, hanem a családi pótlékot kell jelentősen fölemelni, ami azt jelenti, hogy a gyerek nem szenvedhet hátrányt amiatt, hogy esetleg a szülei nem dolgoznak. De ennek a kormánynak kifejezett nyílt rasszista politikája van, amikor nem akarja a cigány gyerekeket. Itt hívja olyan a társadalmat? Igen, többek között, ez egy finom fasiszta emlék, ahol is ugye nyilvánvalóan azért nem emelik föl a családi pótlékot, mert azt olyanok is megkapnák, akik nem dolgoznak. Igenis, a szegényeket kell támogatni, most hangsúlyozom ötödször. Azokat is, akik nem dolgoznak, mert mint azoknak a gyerekeit is, mert ők nem tehetnek arról, hogy esetleg a szüleik önhibájukon kívül, ez teljesen nem érdektelen. De nem jutottak el olyan jövedelmi szintre, hogy őt tisztességesen tudják táplálni, öltöztetni és a legjobb iskolába elküldeni. Ebből van a felemelkedés. A vendégnek mindig igaza van, de hogyha megnézzük bizonyos nyugati társadalmakat, ahol már ötödik generációt fogadták be, és még mindig nem váltak angolokká, még mindig nem váltak az ország szerves részévé, harmadik, negyedik generáció, aki még nem dolgozott, akár az Egyesült Államokban is. Ez nem jelenti azt, hogy a törekvéseket abba kell hagyni. Mindenféleképpen arra van szükség, hogy egyfajta társadalmi integrációt tudjunk elérni, mert kérdezze meg magától, hogy mi az alternatíva. Ugye a náci alternatívát, a népirtást, azt nem szeretjük. Nem szeretjük azt se, hogyha úgymond bárki azt mondaná, hogy akkor ezek az emberek mind távozzanak és menjenek haza. Hova? Hát ez a következésképpen... Emberi jogaik vannak. Ebből a három alternatívából, hogy beilleszkedés és integráció, kipusztítás és elűzés, a legjobb, mégis melyik? Az integráció. Hát erről beszélek. Minden eszközzel arra kell törekedni, hogy így vagy úgy, de a hátrányos helyzetű néprétegeket integráljuk be a társadalomban, mert az ő felemelkedésük egyébként az egész gazdaság
társadalom rugalmasságát és további virágzását szolgálja. Professzor úr, bízunk benne, hogy nem kell annyit várni, amíg ír egy új könyvet, hogy újból láthassuk. Ez önön múlik, műsorvezető úr. Amikor hív, jövök. Most már az elérhetőséget is kikutattuk, úgyhogy utolérjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt. Köszönjük a lehetőséget, kedves nézőim, ugye tudják, hogy Bokros Lajos volt stúdiónk vendége, és még egyszer, aki lemaradt a szocializmusról, én két éjszak alatt kiolvastam, érdekes olvasmány, higgyék el, olyan fogalmakat is megtudnak, amit ma már nem nagyon használnak az emberek, illetve kiderül, hogy Bokros Lajos tulajdonképpen hol és mikor szocializálódott, és hogy látta a világot. Jó olvasást mindenkinek, mi viszont megyünk tovább, és kapcsoljuk már is Seres Attilát, akivel hétvégi összefoglalót tartunk. Professzor úr, még egyszer köszönöm, hogy itt volt, köszönöm és visszavárjuk. Köszönöm szépen. Előzetes.